Stint is írja, hogy levágták a végtagjait, levágták a különböző tagjait a nemzet törzsének, ezek a tagok egy mesterséges elszorításba kerültek, és lényegében a véráramlás valóban megszakadt, elakadt. És ezen segít ez a rengeteg civil szervezet, a mi szervezetünk, a Csodaszoros Egyesület is több tucat tábort szervezett, iskolák közötti csere akciókat hajtott végre, könyvgyűjtéseket szervezett, és számos jótékonysági koncerteket Böjte atya intézménye javára. Hossza lehet folytatni a sort, de nagyon helyes és nagyon jó ez a sok dolog. Tehát én arra kérném mindenképpen a kormánytöbbséget, hogy ne feledkezzen meg arról, hogy ez az iskolai vonal mellett a civil szektor határon túli elcsatolt területek felé kifejtett nemzeti összetartozást építő, szorgos tevékenységét is támogassa. Tehát, ahogy Száva István képviselőtársam utalt rá, bizony komoly revízióra szorul a jelenlegi pénzügyi forrás finanszírozása a határon túli összmagyar ügyeknek. Ebben mindenképpen forrásbővítésre van szükség, és egy olyan allokálásra, ami a lehető leghatékonyabb módon a helyi legértékesebb kezdeményezéseket támogatja. És bizony megfelelő forrásokat kell ehhez is rendelni, ez a osztálykirándulások, iskolai cserekapcsolatok bővítéséhez, vagy elindításához, hiszen enélkül valóban a igen nehéz helyzetben vergődő oktatási intézmények nem tudnak egyről a kettőre jutni. El szeretném mondani még egy személyes élményemet. Keglevics István atya, egy regnumos atya 2000-es évek előtt, ugye 90-es évek közepén tűzte ki az célul, hogy ő bizony pesti aszfaltbetyárakat fog elvinni elcsatolt területekre. Én több ilyen útján vettem részt, mint felnőtt tulajdonképpen segítő, egy örök élményre szóló emlék marad, hogy azok a pesti aszfaltbetyár fiatalok, akik életükben csak annyit hallottak, hogy van egy olyan, Románia, és mint aki onnét jön, az román, és amikor átértünk Csíkcsomortán falunak a határába, és találkoztak a helyi fiatalokkal, és azzal a hihetetlen vendégszeretettel, közös bogrács főzés, és utána templomba menés, és egyáltalán olyan dolgok, tehenek behajtása a határból, és egyáltalán felmenni a havasokba, a csúcsra, tehát megérinti. Ez valóban, így most ki is mondja az ember ezeket a szavakat, most is tényleg szinte lúdbőzik az ember háta ezektől az élményektől, mert igenis megérinti az embereket ez az élmény, tehát nagyon helyes ez a kezdeményezés, hogy odavinni az embereket. Egy hűvös újságolvasó vagy tévénéző ember nem fogja soha megérezni az összetartozás érzését, édes érzését. Ugye ráadásul, mert mindig a magyarsággal ugye keserűség hitet próbálnak, egy keserűség érzést próbálnak eltereszteni. Igenis, mi nem vagyunk egy kesergő nép, igenis egy győztes nép vagyunk, egy tehetséges nép vagyunk, és igenis arra vagyunk károsztatva, hogy ezt már egymás értékeit megismerjük, és ebben a munkában nagyon sokat segít ez a javaslat. Nyilván lehet ezt még bővíteni, cizellálni. Például én kifejezetten az óvodák közötti kapcsolattartást is javasolnám, nyilván nem feltétlenül úgy, hogy az óvodásokat visszük el utaztatni, de a óvónők, én például szerveztem egy olyan akciót, egy kispesti óvoda óvónői, kárpátaljai óvodának az óvónőivel, találkoztak én Kárpátalján, és egy életre szóló kapcsolatrendszer jött létre, becsatolva a Beregszászi főiskolának a óvóképző szakembereit. Tehát hihetetlen vérkeringések tudnak elindulni, és tudunk több olyan értékes kezdeményezésről, amelyek ugye a szakmai vonalon, tehát az egyes szakipari tevékenységeknek a egymásra találásában segít, tehát az elcsatolt területeken élő magyarok és az itteni magyar közösség tagjait egy fórumba, egy szemléletrendszerbe próbálja tömöríteni. Egy nagyon fontos szempontrendszer viszont javasolnék, ami nem jelent meg ebben a javaslatban eddig, és valamilyen formában meg kéne, hogy jelenjen. Amit én tapasztaltam ezzel a rengeteg tábor és rengeteg elcsatolt területekkel kapcsolatos akció során, a hiányzik az egyes elcsatolt területek közötti kapcsolattartás, ami egy nagyon-nagyon fontos elem. Tehát amikor megkérdez egy ember egy kárpátai magyart, hogy jártál-e már mondjuk magyar területen, akkor legfeljebb azt mondja, hogy Budapesten járt, de azt mondjuk Marosvásárhelyen járt volna, vagy mondjuk Szabadkán járt volna mondjuk egy beregszászi magyar, az szinte kivételes dolog. Tehát én arra nagyon buzdítanám az előterjesztőket és a kormányt is egyben, hogy eszközzel rendelkezik ehhez, hogy ezt a kapcsolatrendszert is erősítse. Nyilván itt extraterritoriális hatály kérdése felmerülhet, de hogyha a magyar politika nem a merjünk kicsik lenni ugye útját járja, hanem ugye a bátor, egészséges, öntudatos, védhatalmi státusz szintjét próbálja elérni, akkor bizony ezt is meg kell szerveznie, hogy ezek az egymástól elszakított területek egy vérkeringésbe tartozhassanak, és ezek az átszövő kapcsolatok, ugye, hogy szokták mondani, hogy Nemeskürti István mondta az Európai Unióról egy nagyon elmés mondásában, hogy egy Metternichi ravassággal szőtt brüsszeli pókháló.
Hát ugye mi szőjük meg legalább ilyen ravassággal a mi magyar pókhálónkat, amely az egész Kárpát-medencét körbehálózza, és előbb-utóbb azon kapja mindenki magát, hogy bármit tesz, mindenütt egy magyar kezdeményezés lesz, mindenütt egy-egy olyan értékes példa, mint például a Böjte atyának ez a magyar franchise rendszere szinte, ugye, amelyel ugye ezeket az elhagyott gyermekeket hihetetlen erővel emeli föl, és adja át az emberiségnek, az összmagyarságnak, és a Jóisten dicsőségére teszi ezt. Tehát bizony azt gondolom, hogy kiemelt célpontként akár megjelölném a dévai és egyáltalán a Böjte atya hálózatának valamely végpontját, hála Istennek egyre több ilyen van, ahol aztán végképp maximális csúcspontra járatva lehet megérezni ennek a hatóerejét, tehát az összetartozás oktatásban kifejtett hatóerejét. És hát meg kell ismerni a elszakított területen gyönyörű emlékeit. Hát ugye, ki volt Dévényben fiatalok közül, fel lehetett tenni a kérdést, ugye a pozsonyi csata helyszínén, ugye a Vág és a Duna összefolyásánál, vagy ki volt Világosnál, ugye Segesváron, Munkácson, ezeket mind végig kell menni ezeken a helyszínen, és lehetőséget kell biztosítani fiataljaink számára, hogy belemerítkezhessenek a közös hagyományainkban. Intézményrendszer. Magyarságháza jó ötlet, viszont nagyon erőteljesen javaslom, hogy ezt valóban intézményrendszerré kellene kibővíteni, tehát ne egy-egy díszintézmény központi vízfejként próbálja kielégíteni az összes igényt, hanem akár a 64 vármegye mindegyikének a vármegye székhelyén lehetne egy ilyen típusú magyarságházat. Például létesíteni, mint minimális cél, próbálom ezt megfogalmazni. Nagyon egyetértek, és köszönöm, hogy a Magyarok Világszövetségét megemlítették többen képviselőtársaim. Úgy gondolom, ez valóban elódázhatatlan feladata az országgyűlésnek. Ezen ügy kapcsán is gondolkozzunk el rajta, hogy hogyan lehet minél hamarabb ezt az áldatlan állapotot megszüntetni, tehát magyarul visszaállítani a költségvetési támogatást részére, ennek a szervezetnek a részére, amely valóban egy értékes, elkötelezett munkát végez 1938 óta. Szalai Ferenc képviselőtársam bejött, és nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy tegnap a sporttörvényről szóló vitában ugye örömmel fogadta azt a felvetést, hogy ugye a sport területére is át lehetne vinni ezt az összmagyar gondolkodást. Ugye Kül Lajos által kiválóan működtetett összmagyar kárpát-medencei bajnokságok hihetetlen sikerrel működnek, és nagyon örülnék, hogyha itt a különböző részterületek ne szétszabdaltan, hanem ugye összhangban működnének egymással. Tehát bizony az itthoni nemzet testvéreink tudatának az erősítése, az elszakított területen élő magyar testvéreink pozíciójának fenntartása, erősítése, és emellett bizony a magyar politikának, a külpolitikának egy nagyon határozott, nagyon kemény, védhatalmi státusz megcélzó, nemzeti önrendelkezést követelő politikájának a hármassága teheti igazán reálissá, kézzelfogható közelségbe, ez hozhatja a nemzeti újraegyesítés lehetőségét a határokról túl, mellett, fölött, alatt, bárhogy, ahogy tetszés szerint mondjuk. És végül, mivel egy stílszerű zárásnak gondolnám azt, ha felidézném a mindannyiunk által gondolom nagyon jól ismert és szeretett idézetet, amelyet bizony a két háború közötti magyar iskolába járó fiatalok, szerintem még Horváth János képviselőtársunk biztos, hogy ő maga is többször elmondta, ugye oktatási napok elején, annak a papvári elemérné Sziklay Szeréna hölgynek a szerzeményét, a Hiszek egynek az első négy sorát, amelynek a szellemiségében kell, úgy gondolom, mindannyian tevékenykedjünk, és ennek szellemében is zárom szavaimat. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Megköszönöm a képviselő felszólalását, megkérdezem, kíván-e még valaki szólni? Jelentkezőt nem látok, megadom a szót az előterjesztő képviseletében Révész Máriusz úrnak. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy tartalmas vitán vagyunk túl. Én annyit tudok mondani, hogy egy értelmes javaslat fekszik a parlament előtt. Én nagyon reménykedem abban, hogy a módosító javaslatok benyújtása után egy olyan határozati javaslatot tud elfogadni a Magyar Országgyűlés, amely a Magyar Országgyűlés minden tagjának a támogatását élvezi, és egyhangúan fogjuk tudni ezt a határozati javaslatot elfogadni. Úgyhogy minden jó szándékú javaslatot szívesen várunk. Köszönöm szépen. Megköszönöm az előterjesztői választ. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára a jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig.
Lázár János és Kocsis Máté Fidesz képviselők önálló indítványát új változatban T/676-os számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Lázár János úrnak, a napirendi pont előadájának 20 perces időkeretben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Az előbbi vita kapcsán nem szerettem volna ügyrendi jelzéssel élni, csak néhány képviselőtársamnak a figyelmébe ajánlottam volna azt, hogy az előterjesztés az alapján is készült, amit Balczó Zoltán házalelnök úr előterjesztésként megfogalmazott a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatának, illetve az emléknappá nyilvánítás vitájában június 4-ére készülve. Akkor köttetett egy kompromisszum házalelnök úr részvételével annak érdekében, hogy a magyar oktatási rendszerbe a trianoni megemlékezés bekerüljön. Ezt a jegyzőkönyv miatt szerettem volna rögzíteni. Most a napirendi előterjesztésre rátérve, megköszönve elnök úrnak a szót, az alkotmány módosítással kapcsolatban előterjesztői expozé kapcsán az alábbiakra szeretném fölhívni igen tisztelt képviselő társaim figyelmét. Ha a társadalomtól megkérdezzük, hogy mit is vár el a magyar államtól és általában azoktól az államközösségektől, államoktól, amelyben adófizető polgár, akkor valószínű a válaszok sorában az egyik legfontosabb válasz lesz, hogy az adófizetők az esetek döntő többségében azt várják minimum föltételként az államtól, a magyar államtól például, hogy védje meg őket. Ez a téma az elmúlt másfél-két esztendőben fölértékelődött Magyarországon. Számos olyan politikai párt, mozgalom ül ma a parlamentben, képviselteti magát, akik fontosnak tartották a közbiztonság ügyét, a védelemhez való jognak az ügyét. Ez egy széles társadalmi vitára bocsátott kérdés, amely áthatja a mai munkánkat is, hiszen a közbiztonság kérdésében nem csak arról kell beszélnünk, hogy a jogkövető magatartást nem tanúsító polgártársaink milyen szankcióban részesülnek, és a BTK-t hogyan szigorítja az országgyűlés, mint ahogy megtette három csapás formájában, hanem arról is kell beszélnünk, hogy a kialakult helyzetben milyen szerepe van a rendészeti szervezeteknek, az állami erőszakmonopólium képviseletére képesek-e a rendészeti szervek, a fegyveres testületek, az állami erőszakmonopóliumot képviselő szervek iránt van-e kellő bizalom, és ha nincs netán bizalom, aminek néhány jelét érzékelhettük, hiszen a társadalom több formában is tiltakozott az elmúlt években a rendőrség tevékenysége, a titkosszolgálat tevékenysége ellen, sőt alternatív mozgalmakat is szervezett ezen tevékenységek hiányának pótlására, akkor vajon ennek mi az oka? Jól teszi az országgyűlés és jól teszi a kormány, hogyha szembenéz azzal, hogy a magyar rendészeti szervezetek iránt, fegyveres testületek iránt csökken a bizalma a magyar társadalomnak, ami részben azzal van összefüggésben, hogy ezek a szervezetek, ezek a struktúrák nem tudtak elszakadni az elmúlt hosszú évtizedekben a politika világától, és korlátozás nélkül teljesítik a mindenkori politikai megrendelést. A Fidesz választási programjának és a Nemzeti Együttműködés rendszerének egyik fontos eleme egy új rendőrség szervezése. Az új rendőrség szervezésére pontosan azért van szükség, hogy képes legyen az adófizetői igények kiszolgálására, már ami az állami erőszak monopólium és a védelem jogának biztosítását garantálja. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy történelmi példák azt bizonyítják, hogy a politika és a fegyveres testületek viszonya ennek az országnak és Közép-Kelet-Európának az életében nem tudott egymástól elszakadni, sőt szervesen összefonódtak és egymásra kölcsönhatást gyakoroltak. Az előbb Trianont említették képviselőtársaim napirendi pont kapcsán. Tanúságos történet annak vizsgálata, hogy 1920 és 1944 között a magyar hadseregben például milyen szerep jutott a politikának. Tanúságos történet megvizsgálni a most publikálásra került dokumentumok alapján, hogy az akkori magyar politikai elhárítással is foglalkozó titkosszolgálatok milyen elhárító munkát kellett végezzenek a magyar hadseregen belül olyan tiszteknek a kiszűrése érdekében, akik idegen hatalmak érdekeit szolgálták a magyar honvédségben, a magyar királyi honvédségben. Jól láthatóak ezek a törekvések a 20-as évek végén, a 30-as években, és ha a II. Világháború elbukásához vezető utat keressük, akkor ebben fontos szerepe van a 20-as évek végén Gömbös Gyula honvédelmi államtitkárságának, aki kinyitotta a politika lehetőségét, közvetlen behatási lehetőségét a magyar királyi honvédség felé, és fontos szerepe van annak a Werth Henrik vezérkari főnöknek, aki szintén megteremtette annak a lehetőségét, hogy nem csak politika, hanem idegen politikai hatalmak komoly pozíciókat foglaljanak el a magyar hadseregben, a magyar honvédségben, a magyar királyi honvédségben. Ennek közvetlen társadalmi következményei lettek.
az talán külön is figyelemre érdemes, hogy ez